Új lombházához kinézett, épp ezért ebbe fogjuk támogatni összes a szólalunkat. Én ezt elvettem, nézd meg, mit szeregettem. Dönkrászilázott fent. Mondom, szeregettem egy olyan házat, amit lehet támogatni. Az lehet, de nagyon vigyázz, mert a végén megütöd a bokád. Hallgatlan. Te azt lehet tudnám, hogy itt. Mit tettem, Roxy? Teljesen elvetett a szújkomat, és szégyenbe hoztam szegény Molly mestert. Na, így van ez. Véletlenül nem törsz valami másmilyen egyebekkel. Te kivetni a szabad napot. Szabad nap. Ez jó ötlet. Roxy. Igazából remek költői vagy. Hé, nem kértem poszit. Köszít, le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 l
Adány! Adány! Mellekulloksz! Kapjál a kezem közé! Lesz itt ennem, uras? Adány, hát itt vagy! Én emettem a vászába fél pénzzel. Mimut vettem a vászába fél pénzzel. Mimu mondja, ezt kapd ki! Kell, hogy itt a vérecukon mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vászába fél pénzzel. Nyusz vettem a vászába fél pénzzel. Hát itt vagy! Kár, hogy éppen nincs a semmi rajta, ha elfogy az a fél pénzem. Mi ez? Odáll, csak hogy végre itt vagy. Mit akarsz itt a véngyagyás? Eléggé humoros kinézeted van. Talán éppen szége a gyomrom is ott remeg. Mondja, mit kezd ebbe a kedve? Kipróbálod az, hogy elénekled a fél pénzhez notádat? De most komolyan, igazán vissza kell jönned odáig. Közöttünk tartozol. Mi azhoz közötted tartozok? Nem tudom, mit akar velem. Nem vagyok én odány. Az én Odin is itt lakom ebben a házban. Hogy Odin? Ez fiat. Akkor te tényleg nem vagy odány? Odány, inkább szólalkozol inkább mással. Te kiköpött mással. Ha enyém lenne az a bazi nagyon, nem hajtanám rajta agyon? Logikus nagyon. De mi lenne, ha éppen beállhatna odány helyett? Pont olyan a vitkény tojás. Drága öreg picsuka, te vérhóka. Mondja esetleg, nincs szüksége ez kis plusz keveset? Kevesebbre? Mi itt a meló? Attól tartok, nagy gondban vagyok. Épp ezért elvesztettem a drága lányomat. Épp ezért ellógott. Mert épp ezért, ha nincs szég, akkor előbb vagy utóbb elmehetünk kódulni. És amikor elmegyünk kódulni, akkor előbb vagy utóbb kirúgnak engem, és akkor nem lesz otthonom. Ez az ember tényleg nincs mit tenni, ugye? Elő kell a főnököt keríteni. Nem. Gondoltam, hogy erre a kis időre maga lesz a duplőre. Így úgy, éppen kívántam az, hogy jött el, ha akarod, akkor lóghatunk egyet. Szánja a napot, mert most haza nem mehet. De majd, ha jöjjön, hogyha lerendezted a dolgodat az agyattal, rendben így már lehet. Hát, kikészülgett a fatal a bátyámtól, teljesen az anyára ment. De szerintem mit gondolsz? Hát csak annyit, hogy te nem vagy egy kis süsű, ugyebár. Hé, nem süsűnek nem eltel.
te is tudod menni, mert attól félek, hogy... Egy pillanat, ez meg... No ne! Ki ez a lány? Nem tudom miért, de attól tartok rossz azt tűnnek. De inkább pánikoltunk. Na jó, együnk valamit? Persze. Roxy, te mit csinálsz odafent? Hol van Odin? Odin keresed? Épp a széggel lelépett. Ezt a levelet hagyta neked. Megőrülök. Agyon fogom ütni Odint, az eszél biztos. Nem tartám jó ötletem, mert azt inném, hogy az lesz. Miket beszélek, hát össze-vissza. De azért arra találsz, nem ott. Találok. Méghozzá, azonnal. Itt van egy nyom. Te szerencsétlen. Te nincs is semmi, csak egy elhagyott ház. Lehet, hogy összetörvettettem a házat. Mindegy. Kényi szeretek valami a szövetségre. Mire? Kezd meg Odint. Hát, ha itt lesz valahol. Nyugi. A szimatom azért nem csal. Ha mégsem találjuk meg, akkor hívjatok egy mentőt. Ezt kubízd ide. Éppenséggel ezt a játékot játsszunk. Na és mi a játék neve? Játék neve, hogy szaklaszt a szomszédodat. Figyeld! Látod? Mi vissza szem jött? Na jó. Én jövök. Yeah. Ó, egyek. Jó, azt hiszem, hogy a pacit téged keres. Halló, itt Odin beszél. Szedret csinálok a fejedből, és kifestem az egész házat az agyaddal! Ó, egek. Hát, ez eléggé szívás. Az lesz a szívás, hogy az lesz a szívás, hogy végül még egy játékot játsszunk. Gyere velem! De én csak azt mond... Á, hagyjuk. Veszik, ez lesz a te hálószobát. Mi? Tehát ez nem is úgy néz ki. Csak nem széteked a drága öreg galambocskádat. Nem, csak épp eszégen rájöttem volna, hogy a tévém ott legyen. A fejszed. Rendben van, most rátérték a témára. Jó, de majd ha végeztem az ebéddel. Ó, hogy a fene vinnél. Bocsi, de mi az a tátú? Ez? Ja, semmi. Nagy semmi. Én a szemmit látsz. Szeretem a szemmit. Na mindegy. Gyere. Megmutatom neked néha a technikádat is. Ez nem lehet Odin. Odány. Te lenni Odánya, pedig Odin. Mekkora egy szívás lenne. Az szívás, hogyha elkapó is jó kitekel volna a nyakát. Ezt teszhető, de lehet egy kicsit féltékelhetünk, ugye már? Dehogy vagyok főteket, csak aggódok. Na mindegy. Itt kiszavodhatsz a 9-kor hallás. Mit csinálhatsz egyébként? Hát itt vagy Odin. Én megpróbálom, hogy nem oszt Odin, hogy a tavalyi keresztényed. Uraim, ma önöké a főszerep. Jakab úré már is a terep. Épp eszélye elmondanám azt, hogy mi volt a gazdaságon. Ki volt az agyvelő? Én asszonyom. Vezess elő. Megyem a kötvényeket és mondanám a lényeget. A százalék hozam magas lett és a profi garálosan megoszlott. Ez menő? Köszönöm asszonyom. Nem tudom, hogy mit mondja, de önbe odára ismerek. Ki volt az agyvelő? Vezess elő! Ez menő! Ki volt az agyvelő? Vezess elő! Ez menő! Jó van, Odin! Le a fejjel! Hé! Nem tudtam, hogy valójában szomorú vagy. Hát, attól tartok, hogy unatkozom. Nem baj, egy kis felvidítak, gyere! Egy jó ilyet még nem próbálták ki? Nézd csak, felmászok a fánt.
Haha, eléggé jó tudni. Te is próbáld ki esze, ha van kedved. De én inkább kiagyom. Nem tudom, annyit mondjam ezt, de nem gondolja, hogy Odi valami furcán viselkedik. Hát éppen ő a szarkazmusa. Végülis, ha ebbe belejön, többé beszeteszi a lábáját, az biztos. Oké, ezt a játékot úgy hívják a bungee jumping. Figyelj, mert az könnyű lesz. Most te jössz. Ez az Aladdin. Nem szereted ezt a bungee jumpingot? Persze, szeretem, csak állj! Várj egy picit! Te, neked van pasid? Nem gondoltam. Én vagyok a Sanjay. Őt nem, Odin, ő odáj. Csak véletlenül megszökött az apjától. Ja, persze, csak még egy kérdezem azért van. Mit műveltél Odinnal? Semmi sem műveltem, csak véletlenül csak, hogy elszöktem. Épp eszége Odi átvette a jét. Azt hiszem, szólnom kell Molly-nak. 2, 3, 4 Molly Western? Mi az? A többiek azt mondták, hogy félek, ha töltét valami Odinnal. Megállj csak, ezért nagyon meg fogod bánni. Hogyha kapjuk el, akkor hívjatok esetleg a mentőt. Megyünk! Hát, Odin, igazán remek munkát végeztél. Kösz, főnök. Nélkülön viszont nem mentem ennyi a nagy pászba, mióta épp eszége megépült a ház. Te, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha itt laknál velem. Akkor legalább jól érezhetnék magunkat. Tényleg azt akarom mondani, hogy itt lakjak? Hát persze, akár holnap este viszont a tárgyalás kezdhetsz. Előjutott eszembe, végre kiévezhetjük a nagy happy endünket. Mit gondolt, Csajci? Benne vagy egy jó játékra? Lulu, te igen. Vegyük úgy, hogy igennek venném. Tényleg igazat mondtatok. Odi, tényleg van neki egy új társa? Mi ezt próbáltuk neked elmagyarázni. Nagyon sajnáljuk. Jól tudom. Töltőleg mit én tehetek róla. Ha véletlenül nem küldöm el Odint oda, akkor biztos, ha itt lenne. Gabriel, vissza kell hoznunk őt. Mindenáron. Rendben, de hogy fogjuk hozzá? Várjuk csak, akkor te vagy Megan? Hát persze. Megannek hívja a te is tudod, hogy legyen. Szóval, megmondom, hogy mi lesz a te. Odáj, ne hadd mutassam be neked a munkatársamat, ővel fogsz dolgozni. Amról gyere szépen. Csak nem engem hívott rád, uram. Ezt a kislányt? Hát igen, ismerem, ő az, aki pontosabban elkap molesztán. Óvatosan. Ő lenne a bátyám? Hát persze, mindenképp ő volt az egyetlen bátyám. A remek munkád, de azt, hogy meglátod. Én beszélgel rajtad áll a jövőt. Előtted a lehetőség. Kitaláltam neked egy sokkal jobb helyet ahhoz, hogy végül megtanuld azt, hogy hogyan élj úgy, mint egy király. Király? Mindig is akartam egy királyt. Hát akkor ezt te várok téged. Óriási nagy maga lesz. Na, jó, figyelj. Épp eszélye, a mezőgazdaságon várják a hívásodat, úgyhogy teszem majd a telefonbetyár. Mindig is akartam egyáltalán jól betyárkodni. Hát akkor gyere utána. Remek. Így mert tovább, akkor Odi elveszít titeket, és már annál rosszabb. Engem kirúgnak. Mi szokok az? Van még egy-két ötletem. Aztán legyél jó, Jakab!
Rendben van, bácsikám, vigyázni fogok a farmodra. Szeretem az életet. Na négy csak, Jakab, hát te miért nem mentél haza? A bácsikám elkullogott, mint egy kivett vénne, kutyamanú, de attól tartok, hogy én nem bízta a dolgot. Mivel lehetek szolgálatodra? Hát azt akartam kérdezni, hogy igaz, hogy te a Odin pácsán állsz? Hát, hogy ne bonyolítsuk, hogy igen, így is van. Akkor azonnal talál ki valamit, különben úgy bevelem a képet, hogy attól kódulsz majd. Na, nem tudom, mit kell tennem. Csak annyit kell tenned, hozd vissza Odint. Kérek. Rendben így már lehet. Gondoltam. Majd jövök. Milyen szépség ez asszonyt találtam. Ki volt az agyvelő? Vezesse elő, ez menő. Ki volt az agyvelő? Vezesse elő, ez menő. Hogy ez a poltarcon mit meg nem tett, szerszővel ez minket megmentett. Ember teljes emberre őrül, hogyha sokat ücsörög itt. Sígalért megtaláljuk Odint. Addig jobb, ha itt maradt. A kétség helyen mi hamarabb? Ki agy az? Előzze elő, ez előkelő velő. Ki a vevő menő jenő, vezesze Andrjánosza, vezesze vevő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 v
Halló, itt az Odin lakás. Na, várj csak, te piszkos csirkefogó! 10 körmemmel tépem le az arcodat és bekerem sóval a helyét! A Feleus szület. Fiúk, úgy határoztam, hogy akaratom ellenével. Határoztam, hogy szépen hazamegyek. De maga nélkül a szék csődbe megy. Elvártam, mert ott voltak az árvák, meg az özvegyek. Elege van alpból, telfog betyáregyek, megyek. Az állászukda befellegzett, és most mihez kezdjük? Elegedni nem szabad. Hely, jobb lesz, ha te itt maradsz. Akkor nincs harag, megyek, gyorsan, érd utol az ürgét, úgyis én vagyok a fürgép. Jobb, ha elkapod. Na most figyelj. Majd ha jártatok, akkor oda meghúzod. Oké. Okay. Hiába rohan, örökké nem bírja a lábam. És visszajössz a bandába. Na szék a moholságú vitrom rászpa. Odin, te élsz? Na hát, ti hogy kerültek ide? Szutatért, de van egy ötletem. Hé, Jakab, itt van a főnököd. Főnök, megyek. Pont erre vágytam. Mit művesz? Ó, hova lettetek? Na most megvagy. Maga hogy merészeli? Élet drága, Jakab, hát te itt azt hitte, hogy te elmentél. Jó, hát ellátja a bajod. Fadel, ez már megint piszkálgat. Szóval te megfenyegetted a fiamat, igaz? Na megállj, te megkapod a betelőt. Ja, főnök, beszéljük meg. Is olvó, gyomorul. Papazza, ha még egyszer meglátlak, akkor lesz itt ennem uras. Nem hiába hívják úgy, hogy fülgeláv. Figyelj, csak hoztam neked leveszt. Ahogy meg azt állunk el. Mit kezdtél ott a... Tudod ki ez? Az aragonom emberre gondolsz? Meg nem persze. Csak így akartam venni a szabad napomat, mert csak azt akartam, hogy mindig egyfolytában van a munka. Én már belefáradtam, csak éppeszégen menni akartam vendégségbe, de el is felejtettem engedélyt kérni. Ezért mondtam neked azt, hogy rossz ötlet volt. Számolni, aggadom kellett volna rád. Hát volna esetleg pár tendő is ahhoz, hogy hozhatod helyre. Gyerünk. Tudom, hogy a drága kis galamb embered viszont megkapta a büntetést.
Ó, az az oldavaló sejtés. Mozog, te pipagya disznó. Legalább így holkannál félelmetesen, amióta a vikinget szólítana. Na mi ez? Ez már végre nekem? Még agyalázzattal szemtartozol nekem esendő bűnösnek. A te kis hangját viszont tazd meg magadnak. Na nyomászd dolgozni. De azért büszke vagyok rád, hogy végül rendezted ezt a dolgot. Kösz, drága Molly. De még egy dolgot azért le kell rendeznem. Jó van, de azt tegyél, mert már vacsorára készülünk. Nos, eljártak a dolgok. Úgy látom, hogy jó kijöttél ezzel. Mi az, hogy attól tartok, hogy még egy valami viszont elfelejtkeztem? Csak nem akarsz oda masszírozni hozzá? Poszon! Hát örülök annak, hogy éppen megkaptam a munkát, és végül jó állás szereztem. Én mondom neked eszemben, hihetetlen volt az a hétvége. Ez könnyű mennék volna, hogyha én nem. Ha te nem lennél, akkor biztos a munkanélkül adtam. Jó, hogy inkább nem mentél Hufnágrá Pisztiel, mintha nem tenned az egész lecsódat. Nem tudom, honnét vezet. Te írtóra nagyon bírom. Végül is van nekem bár több pont, ahogy te. Bájos kis hölgy, így a legjobb.